Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jöjjön egy kis Black Ops béta. Beta. Az alfát kipróbáltam volt PS4-en, és nem voltam túlságosan elragadtatva tőle, és ami ott volt abban a videóban, az most is helyt áll, de ettől függetlenül szeretnék most a videót készíteni arról, hogy mi az, amit jól csinál ez a Black Ops, és valószínűséggel ez meg fog maradni, aminek jön a teljes játék. Az tisztasor, ugye, hogy a Modern Warfare az kiemelkedő sikert ért el, mint a warzone mint a multiplayerrel. Újra felelevenítette a Call of Duty-nak a világát, és rengeteg új egy játékos csatlakozott. És itt térnék ki erre. Új játékos. A Call of Duty egy új generációt vonzott be, hiszen már jó pár év eltelt, amióta a kolda csúcs, csúcsát élte, és azóta, hát mondhatni, jó, hogy az olyan dinoszauruszok mint én, lecserülöttek, az új generációra, és a Modern Warfare nyélbeütötte ezt az új generációt, és, és emiatt is köszönhető a Call of Duty újra népszerűségnek örvend. Na most, a Call of Duty Black Ops... Sajnos, vagy nem sajnos, ennek a mércének van kitéve. És nagyon sokan hasonlítják a Black Ops-ot a modern warfare hogy miért nem olyan, miért nem ilyen, miért nem az, miért nem az. Azoknak, akik ilyen új generációs kodosok, és mondjuk a Black Ops lesz nekik így a második, max harmadik kodjuk, amivel, amivel játszanak, azoknak sajnos el kell mondjam, hogy a Black Ops és a Modern Warfare széria között, mivel két stúdió is felleszi, két külön grafikai engine-nel. itt e, teljes mértékben eltér egy-két dolog, és sosem lesz a játék e, egyforma. Ugyanakkor a Modern Warfare kicsit több taktikai elemet tartalmaz, miközben a Black Ops uh, inkább árkádosabb jellegű. Az öreg veteránoknak, a dinoszauruszoknak, mint én, a srácok azt kell mondjam, hogy nem fogja megérni a pénzét a játék, mert hogy detto, és tartom magam, ez mondta az alfában, de detto ugyanaz, mint az előző Black Opsok. -ok. Szóval lehet, hogy rebootolni akarják, és megesett, hogy a single player egy fantasztikus sztori lesz, de ha még nem is lesz egy fantasztikus sztori, mindenképpen szórakoztató történet lesz. Úgyhogy ha a Black Ops-ot szereted a lore -ja miatt, és úgy gondolod, hogy a miatt megéri megvenni ezt a játékot, akkor mindenképp megéri beruházni. Ami a multiplayert illeti, nagyon-nagyon uh, ugyanaz, mint amit eddig már láttunk, és megszoktunk a Black Ops 1 és Black Ops 2-nek az összeolvadása valahol, és ezek voltak a legnépszerűbb uh, Black Opsok, -ok. úgyhogy ha szeretted azt is nosztalgiázni vágysz, akkor megint csak azt mondom, hogy tökre rendben van, hogyha megveszed a játékot. Ha, ha mindezeket már láttad, és rohadtul unod, akkor, akkor tényleg nem fogja megérni. A fegyverek hangzása már 8 éve ugyanolyanak ebben a játékban, szóval ezen, ezt is lezártuk az előző videóban. Sajnálatos módon ezek mind befolyásolják. Na de, mégis mi az, amit amit igazán jól csinál ez a Call of Duty? Az első dolog, amit becsöppentem a multiplayerbe, ugye fel volt oldva minden fegyver, minden park, pályák, stb. Az első dolog, amit becsöppentem, az az volt, hogy egy fantasztikus pályadizájn, tehát a Black Ops, Lenyomja a Modern Warfare multiplayer pályákat dizájnban. Sokkal uh, jobban vannak kitalálva, uh, hogy őszinte legyek, és a fegyver és pály pálya kombinációk tök királyok ki vannak találva, tehát egyes fegyver összeállításod nem lesz jó minden pályára. Meg is az mondjuk ugyanaz a te kedvenc fegyvered, mondom az MP5, de más pályákon más beállításokkal teljes mértékben, tehát más pályákra más beállításokat kell vigyél, más játékmódokra más beállításokat kell vigyél, és ez nagyon jó, mert változatosságot ad a, a fegyvereknek. Például gondolok itt, TDM-re egy olyan MP5-öt amivel kurva gyorsan zoomolok, megyek és kurva gyorsan futok, lövök mindenkit, de egy Domination-re, vagy egy hardpoint vagy bármire, már egy teljesen mondjuk más összeállítású MP5-et viszek, ami inkább egy ilyen defensesebb kitalációra van, lehet hogy egy hangtopított rakok rá, és mind a két MP5, mind a kettő egy MP5, de játékonként változik igazából. Jó dolognak tudom be, mert fenntarthatja az érdeklődést a továbbiakban. A pályák nagyon jól ki vannak találva, megvan a három útvonalas szokásos, hagyományos pálya, ugye nincsenek kinyúló a ajtók, nincs ki fegyverkitámasztás, és, és és emiatt nagyon jó A pálya. Megadja az ütemét, a sebességét. A három útvonalas rendszer mellett megvan a lehetőség, hogy az emberek hátamégé kerülje, el kisebb-rövidebb útvonalak vannak kerülőknek, de ezek nem egész pályás kerülő útvonal, mint sokszor Modern Warfare-ben van, hanem ott helyben szekciónként egy kisebb kerülő útvonal, kiválóan elhelyezett fedezékek vannak ahhoz, hogy az, az enemy eszén túljárd, és ne veszíts a játék lendületéből. Úgyhogy ennél a pontban a Modern Warfare-rel szemben a Call of Duty Black Ops sokkal jobb multiplayer pályadizájnjaik vannak. Emelném ki a következő dolgot, ami a fantasztikus a Black Ops, az a TTK, Time to Kill, éké ki milyen gyorsan ölöd meg az enemit. És ez itt a modern várfejhez képest nagyon le van lassulva. Lassan ölöd meg az enemit. Tudnod kell célozni, mozogni, kilengni, jobbra, balra, és ez megadja ezt a lehetőséget. És azon játékosoknak, akik kedvelik a harcot, nem az, hogy kilő gyorsabban, vagy kinek jobb a pingje, azoknak teljes mértékben megvan a lehetőségük megúszni, hogyha például a hátba akarnak lőni, rengetegszer hátba akartak lőni, és, és megúsztam, mert be tudtam csúszni fedezék mögé, felgyógyultam, bim, és kitöltük, és tudtunk, tudtunk csatározni azzal az adott ellenfélel. És emiatt kurva jó érzés volt játszani ezzel a játékkal, leszámítva azokat a fegyverhangokat. Szóval ez is nyílbeütötték a Time to Kill-t számomra, egyszerűen nagyon rendben van. És ez nagy hátrányban rakja a kempereket. Sokszor értem úgy, miközben játszottam a bétával, ugye elértem abban a max rankot, sokszor értem úgy, csáv ott kempe húzódik be a sarokba, azt hitte, hogy ez itt a modern várfel sarokba behúzódós játszunk, és, és, elkezd lőni, és ugye mivel nem halok olyan gyorsan, volt idő megfordulni, bum, becélozni, halott volt. Ez nagyon jó érzés. Szóval a kemperek sajnos, nem, hát sajnos, nem sajnos, egyáltalán nem sajnos, nem minden pályán fogják megtalálni a helyüket. Van egyes pályák, vannak egyes pályák, ahol megoldható a kem, de ez ilyen távolról, nem az van ez a sarokba behúzódós, guztustalan kem, értitek? Vagy az ablakból kikempelős mindenit, mert, mert még ott is volt esélyem visszalőni, érted? Szóval, ja, inkább csak távolba fognak tudni kempelni. És ez egy jó dolog, szóval úgy nézem, hogyha nem változtatnak nagyon a pályákon, a kö, elkövetkezendő pályákon, akkor, a, akkor, az ilyen safe spotok, -ok, az ilyen biztonsági sarkok, amik megvannak a modern várfelbe ezek teljes mértékben hiába, hogy hiába vannak helyenként benne egyes pályákon, nem sokra mennek vele a kemperek, ha csak kifejezetten nem tudnak jól lőni, mert ugye, hogyha hirtelen elmész előttük, és te be vagy húzódva egy sarokba, akkor hirtelen elmész előttük, nem fog tudni elsőre lekapni. Te meg észreveszed, lőnek rád, megfordulsz, bum, lelőtted, mert ő egy helyben van, te meg Mozogsz. Szóval ez, ezt egy kifejezett pozitívumnak tudtam venni, és emiatt a játék kedvezni fog azon játékosoknak, akik tudnak mozogni, lőni, uh, fel tudják venni a csatát, jobbra-balra kilengés, uh, ugye, és a, azzal való célzás, precízebb való célzás. A Black Ops uh, széria ebben mindig viszonylag jó volt, de itt most ebből Black ops a Time to kill egészen jól nyélbe ütötték. Egy jó balanc van. Uh, nem úgy, mint a Black Ops 4-ben volt, meg a 3-ban, egy kicsit hosszú Hosszúnak érzékeltem, fölöslegesen hosszúnak, itt valahogy úgy érzem, hogy pont jó egy valami, amúgy teljes mértékben tönkre teheti ezt a játékot, és azok a sniperek. Hogyha a multiplayerre kerül a sor, mert szeretnék itt kitérni más játékmódra is. Ha a multiplayerre kerül a sor, a sniperek hihetetlenül overpoweredak, és nem hiszem úgy, hogy a jövőben le fogják venni az erejüket, mert hogy más célt fognak szolgálni, hogy őszinte legyek. Igazából szóval a multiplayer teljes mértékben tönkre fogja tenni a szniperkedés, mert egy hit, egy hit, ez meg mindenhonnan egy hit. Lábújon lőnek, egy hit. A körmön lőnek, egy hit. Bárhonnan vagy, lelőnek, egy hit. Úgyhogy a chipa prók előbb-utóbb át fogják venni a multiplayer fölött a, a, az irányítást, és nem lassúak a csipák. A nem lassul velük zoomolni, és ez nagyon besegít a quickscope-ereknek, dragscope-hoz, mindenhez besegít, és a erősek is ezek a csipák, úgyhogy ez, ez lehet az egyetlen probléma, amúgy multiplayer tönkreteheti. Viszont az igazság az, hogy ha én megveszem a, ezt a játékot a single player miatt, és most kipróbáltam volt a Dirty Bomb nevű játék módukat. Egy csapat alapú, vagy squad alapú free for all, hölgyeim és uraim, ugye ahol van egy objektív, egy bombát kell Hát lövöd az enemit, azok eldobnak ilyen urániumot, és feltöltesz vele egy ilyen bombát, és azt a bombát majd fel kell robbantani. Egy nagyon csapatmunkára helyezett játék, és kurva jól nyélbeütötték. Ha másért nem, tehát ha a veterán kodosok, akik már megérték az anyám kinya Call of Duty-t is, az összes Black Ops-on túl vannak, ha másért nem veszik meg, ezért a játékmódért meg fogják venni. A Dirty Bomb nagyon ott van a szeren jó objektív, jó uh, objektívet játszani, nagy a pálya, megfelelően nagy a pálya, és olyan érzésem van, hogy a fegyverek, mintha erre a játékmódra lennének tervezve, sokkal jobban működnek ezeken a nagyobb pályákon, ezek a fegyverek, mint multiplayerben. És itt jönnének újra be a csipák, és a csipáknak az ereje ebben a játékmódban csappan meg egy kicsit, de nem sokat, pont annyira, hogyha tudsz célozni egy hitelsz, ha nem tudsz célozni, törsz armort. Mert egy aféle, ja, ilyen nem tudom, egy ilyen nagy háború az az, az egész, be kell élesíteni egy bombát. És ugye minél gyorsabban akarod élesíteni a bombát, annál több csapatársak kell legyen körülötted. Szóval nagyon okosan ki van találva, kicsit sajnálom, hogy free for all, tehát squad alapú free for all, de rendben van a dolog, hogy őszinte legyek, nagyon ki tudták találni, és nagyon ráviszi a játékosokat arra, hogy objektív játszanak, és a fegyverek működése teljes mértékben valahogy, mintha erre a játékra lennének inkább behangolva, semmint, hogy a multiplayerre magára. A Treyarch, mintha figyelt volna a Warzone-ra és a játékosokra és a megfigyelésekre, és nem, nem is a Warzone-ra, hanem a Ground War-ra a Modern Warfare szérián belül, és azt mondták, hm, tudunk miért jobbat is csinálni, és hogy őszinten legyek, teljes mértékben tudtak jobbat csinálni. Megvan itt minden tank, de nem overpowered helikopter, de nem overpowered killstreak, de nem overpowered és, és mindegyik nagyon-nagyon korrektű, rendben van rakva, valahogy nyélbe ütötték ezt a játékot. Módot, és nagyon-nagyon tudom uh, élvezni én legalábbis. És, és megint csak hoz egy új perspektívát a, a fegyverekre, tehát multiplayerben van egy beállításod, de észre fogod venni, hogy itt már ez teljes mértékben át kell alakítsd a fegyvereket, és megengedhet különböző más összeállításokat, mint például kicsit lassabban zoomolj, mert van időd, nagy a pályad, lehet te veszed észre sokkal előbb a zenemét, és a többi, és a többi. Szóval nagyon... Jól nyélbe ütötték ezeket a, a fegyver és kiegészítő kombinációkat. Egy pluszpont pont azért, hogy most már számokkal is kiírja, vagy százalékokkal, hogy hány uh, százalékkal veszítesz vagy nyersz egy adott uh, kiegészítőn. A perkek nem overpowered-ok, -ok, tehát a ghost és cold perkek nem lesznek overpowered-ok, -ok, mert kénytelen leszel hangtompítót rakni például a fegyveredbe, és ez szignifikánsan visszafogja a fegyverednek a damage-ét, és ez így korrekt. Hogyha már nem látszol semmilyen radaron és semmi keystreak legalább ne lőjél már ugyanolyan erősen. Szóval ez, ez így nagyon-nagyon-nagyon ki van találva, és ez így van rendjén ezeket a dolgokat érzem úgy, hogy a Black Ops nyélbe ütött el. Szóval számomra a single player miatt mindenki megvesz a játékot, élvezem annak a történetét és a lóriát. A Black Ops 1 az, az, nálam így a kodok között a második helyen áll a Modern Warfare története után, és nagyon-nagyon tetszett. Szóval amiatt igen, a zombik miatt én annyira nem vagyok felizgulva, de, de egészen jól néz ki, hogy őszinte legyek, és elismerem, hogy az egyik legjobb zombi játék, ami oda ki van, a Call of Duty Black Opsnak a zombia. A fegyverek miatti balansz és kiegészítők miatti balansz a multiplayer és dirty bomb között, játékmódok között ez egyszerűen nagyon jól ki van találva. A pálya struktúrák szerkezetek sima multiplayerben, de a dirty bomb két pályája az is nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Szóval nincs ez az über vertikalitás, mint a, mint a Nem tudsz felmenni über magas helyekre, és, és az emberbe, ahogy néz a képernyőt, meg tud figyelni mindent, meg tud figyelni, hogyha magasabban van valaki, mert nincs olyan über magasan, nincs rá lehetőség, hogy egy, egy toronról kempeljen rád valaki, és, és, ez így teljesen rendben van, ezért nagyon nyelvőtetik a pályát, nagyon figyeltek szerintem a warzone ebből a szempontból, és kivettek egy csomó adatot, hogy hogy, hogy hogy, lenne jobb egy pályaszerkezet, és azt hiszem, hogy, hogy nyélbe ütötték ebből a szempontból a Dirty Bombnak a pályaszerkezetét, szóval le a kalappal. Le a kalappal. Ami még nagyon jó ebben a dirty bomba, szóval nincs, nincs fókuszálás a lootolásra hála az égnek. Szóval mindenki két armorral beszületik, vagy találsz egy másik armot, vagy, vagy nem. Mindenki a csatározásra fókuszál, és arra, hogy csinálja az objektívet. Útközben, ha találsz egy-egy armot, és a többi kiváló, nagyszerű, de ez nem fog garantálni neked azt, hogy most le fogod -e tudni lőni az ellenfeledet, vagy nem. Úgyhogy az emberek elfelejtenek fókuszálni arra, hogy armolgassanak, lutolgassanak, stb. Akkor, és inkább fókuszálnak a csatára, a lövésre. A másik nagyon jó dolog, hogyha lelövik róla, például az armort, akkor nem vagy esélytelen még egy csatába. Egy pillanattal előveszel észre egy embert, vagy meglep, megleped azt a másikat. A warzone ellentétben, ha nincs rajtad armor, még teljes mértékben lelőheted azt a másik embert. Mivel a fegyverek úgy sebeznek, hogy armoron keresztül is, tehát életet is visznek le, nem csak armort. És ez is egy nagyon jó balancot ad a Warzone uh, stílusával szembe. Mondhatni, hogy ebben a játékmódban több játék van, mint fölösleges lútolgatás, uh, Ugye saját uh, klasszodat használhatod, amit akarsz, és több játék van emiatt a játékban, mint lutolgatás, és ugye ami a betörőjárók körülötti uh, dráma <laughs> szokott folyni. Sajnálatos módon azért nem volt minden teljes mértékben fassa a bétával kapcsolatban, és nagyon sokszor laggoltam, és voltak olyan problémája, hogy a golyók átmentek a célponton, pedig két centiről lőttem, szóval még az sem volt, hogy mellélőjek. Laggok előfordultak, remélhetőleg ezzel valamit kezdenek, amire kijön a játék, remélhetőleg gyűjtenek adatokat erre, ezzel kapcsolatban, is, és esetleg jobb szervereket instalálnak be, vagy régió szervereket, vagy valamit csinálnak ezzel, mert, mert ez így nem mindig volt rendben, és uh, ha kolovitő kerül a sor, ugye Angliában élek, ha kolovitő kerül a sor, azt tudom, hogy Angliában, London környékén mindig voltak szerverek, és uh, ez emiatt nagyon jó pingen volt a legtöbb szervered, itt nagyon sokszor előfordult, hogy, hogy, hogy laggoltam, mint az állat, és, és az azért elég frusztráló tud lenni. Egyes -egy szerverek iszonyatosan jók voltak, jól is ment a játék, és más szerverek meg nagyon annyira laggoltak, uh, hogy, hogy igazából nem tudtál lelőni senkit, vagy lőtted az amit megfordult lelőtt, és a többi, szóval uh, voltak érdekességek, uh, de hogy is mondjam, adjuk meg nekik, meglátjuk, hogy mit csinálnak addigra. Összefoglalva, most már eljutok a végére, összefoglalva ez az egész single player dirty bomb című játékmód, veteránként a multiplayer egyáltalán nem vonzott, de elismerem, hogy kiváló pályák vannak, és ehhez mérten a fegyverek nagyon jól be vannak lőve. A zombi az meg, majd meglátjuk, hogy van, de, de a dirty bomb egy olyan játékmód, ami, ami egy jó pár órára, szórakozást tud nyújtani, úgyhogy még az is lehet, hogy visszahozza az árát a játék. Gyerekek, nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtam segíteni kicsit eligazodni, hogy milyen játék is ez a Black Ops, hogyha netán döntés döntésképtelen lennél. Én ezeket véltem pozitívumként felfedezni um, a játékban, és hát, ja, meglátjuk, hogyha kijön egy teljes játék. Nem tudom, ti hogy látjátok, hogy éltétek meg a multiplayer, tudtatek e valami vonzót találni uh, benne, tudott-e számotokra valami újat és izgalmasat nyújtani uh, a játék? Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! Elismerem.